Miután már tudunk létrehozni rajzelemeket, geometriai elemeket a modelltérben, nézzük meg azt, hogy hogyan lehet levenni méreteket a modelltérből. Itt most nem a méretezésre gondolok, hanem arra, hogy adott vonalaknak a hosszúságát, vagy éppen alakzatoknak a területét szeretnénk meghatározni, hogy további számításokat, kalkulációkat tudjunk létrehozni. Ahhoz, hogy ezt a funkciót demozni tudjuk, hozzunk létre a vonalrajzelem segítségével egy tetszőleges háromszöget, majd mérjük le a háromszögnek az egyik tetszőleges oldalát. Ugye szabadon vettük föl az oldalhosszokat, nem tudjuk, hogy mekkorák is azok. Meg kellene ezeket mérni. Ehhez az AutoCAD egészen sok parancs kombinációt kínál föl, a távolságok mérésére a távolság parancsot, azaz a táv S rövidítéssel tudjuk elérni a távolság mérést. Most üssünk egy entert, és a parancsor azt mondja nekünk, hogy adjuk meg a vonalunk első pontját, a tárgy raster segítségével pontosan pontra tudunk állni, majd adjuk meg a második pontot, ezt is megtehetjük a tárgy raster segítségével, végül az egér bal gombjával klikkelve befejezzük az utasítást, és itt a parancsorban látjuk, hogy milyen értékeket adott vissza a parancs, a távolság az a felde távolság rajzi egységben, a delta x és a delta y pedig ugye az x és az y tengely mentén értelmezett távolság, azaz, hogyha ezt megrajzolom, ugye ez maga a delta x itt, és ő pedig a delta y, tehát delta x és delta y, ezeket az értékeket adja meg a távolság parancs. Most ezt ellenőrizzük, mondjuk lemérjük a delta y-t, ugye itt a távolság az 411,7, most lemérjük a távolság parancsal a felde távolságot az előző egyenesünknek, és láthatjuk, hogy a delta y az ugye lefele értelmezve mínusz 411,709, azaz valóban ez a delta y és ez a delta x. Természetesen meg tudjuk határozni a háromszögünknek a területét is, ehhez be kell gépelni a parancsolba a ter vagy terület utasítást. Itt megadhatjuk az egér segítségével a háromszög csúcspontjait, első, második, majd az újabb AutoCAD-ekben szépen grafikusan mutatja az AutoCAD, hogy melyik területet is mérjük most meg, a harmadik csúcsponttal szépen be tudjuk zárni az alakzatot, és ütünk egy entert, megkapjuk a területet és a kerületet. Rajzi egységben, azaz a terület az négyzetrajzi egység, a kerület pedig rajzi egység. Természetesen a terület parancs ennél jóval többet is tud, például ha rajzolunk egy kört a háromszög közepére, akkor ki tudjuk számolni a körnek a területét, ki tudjuk számolni ugye a háromszögnek a területét, és a kettőnek az összegét és különbségét is tudjuk számítani. Adjuk ki most újra a ter parancsot, és a kör területéhez nem tudjuk alkalmazni a klikkeléses módszert, hiszen akkor nagyon sok ponttal kellene közelítenünk a kört, ezért most az objektum funkcióba menjünk be, válasszuk ki az objektumot, majd klikkelés után szépen megint csak a parancsolban látjuk a körnek a területét és a kerületét. Szög értékeket, sugár értékeket is meg lehet határozni az AutoCAD segítségével. Menjünk bele a kezdőlap fülön, a segédprogramok panelra, és itt a mérésnél, ugye alapértelmezésként a távolság
parancs ikonja látható, klikkeljünk a lefele mutató nyílra. Itt jelenik meg a távolság, a sugár, a szög, a terület és három dimenzióba a térfogat meghatározás. A távolságot megnéztük, a területet megnéztük, most nézzük meg a sugarat, rámegyünk, kiválasztjuk a kört, és megkapjuk a sugár és az átmérő értékét rajzi egységben. Most válasszuk ki a szögértéket, adjuk meg a háromszög egyik oldalát, majd másik oldalát, és szépen nem érte, hogy 56 fok, újra adjuk ki ezt az utasítást, egyik oldal, másik oldal, és megkaptuk a szög értékét. Igaz, hogy nem feltétlenül ide sorolandó, de a koordináta lekérdező parancsot is célszerű megemlítenünk. Ezt a chord utasítással tudjuk megadni, így zárásként. Chord, Enter, adjuk meg a pontot, ugye itt alapvetően az egérre kell a pontra állni, ráklikkelünk, és szépen megkapjuk az X, Y, Z értékét, ezt a funkciót pedig a segéd programoknál a pont koordinátái nyomógomb segítségével tudjuk elérni. Tehát rámegyünk, ráállunk a háromszög egy tetszőleges csúcspontjára, majd nyomunk egy balegérgombot, és szépen megkapjuk az X, Y és Z értéket. Röviden ennyit célszerű tudni a különféle lekérdező parancsokról, természetesen az AutoCAD sugójában további részleteket olvashatunk.